Múltat idéző Hoffer traktoron vitte a polgármester a vendégeket az Arató Fesztivál helyszínére. Régi álma volt a helyieknek, hogy egy ilyen izzófejes traktor igazi különlegessége lehessen a rendezvénynek. Hajdan az aratást kora hajnalban, kalapemeléssel, imádsággal és pálinkával kezdték. Most sem volt másképpen, Ópályiban, ahol az aratás hagyományait mutatták be. Idősebbek és fiatalabbak együtt, határon túli magyarok és anyaországbeliek közösen aratták le a kenyérnek valót. Akkor jó a termés, amikor már a kalasz lényegében szép sargára beérik, és akkor a kalaszok kezdnek visszahajlani. És még a másik dolog, az ember a paraszt oldalról megnézi, azt a szemet kidörzseli, és saját szájába elharapja, és akkor úgy próbálja meg, hogy milyen. Az idei termés jó, Ópályi, 721 éves település. A hagyományokat őrzik a faluban, nemrég egy múzeumot is kialakítottak a központjában. A helyi értékeket erősíti az Ópályiak Baráti Köre Egyesület, amely a település szellemi és kulturális fejlődését segíti. Már 21. alkalommal szervezzük, és nekünk ez a legnagyobb, a községünknek ez a legnagyobb ünnepe, de jönnek a szomszédos településekről is csapatok, vendégek, érdeklődők. Most párosítottuk a megyei polgárőr nappal, ami még több látogatót hozott. A környező településeken sok az önkéntes polgárőr, akiknek a munkáját a rendőrség is elismeri, hiszen közel 440 ezer órát töltöttek együtt szolgálatban, 1.200.000 órát pedig a polgárőrök teljesítettek a közterületen, országos szinten. A jövő azt gondolom mindenféleképpen az, hogy azokat a kezdeményezéseket, ami egy iskola, egy polgárőr, vagy adott esetben a nyugdíjasok tekintetében a polgárőrség megfogalmazott, hogy figyeljünk egymásra, én azt gondolom, ezek a fő célkitűzéseket kell majd a jövőben még erősíteni. A fesztiválon a polgárőrök és az ópályiak együtt szórakozhattak, főzhettek, virtuskodhattak. Kézműves sátrak, kulturális bemutatók szórakoztatták a résztvevőket a 21. Arató Fesztiválon Ópályiban.